Már régóta gondolkozom azon, hogy készítsek városi sziluett sorozatot, és mi is lenne a legideálisabb kezdése ennek, mint itt Londonban a Big Ben. Ezt fogom most elkészíteni egy fekete kartonpapírból. Eljöttem a londoni YouTuber konferenciára. Ezt a videómat, amiben erről beszámolok, ide kattintva megnézhetitek. Big Benről annyit még érdemes tudni, hogy 1859-ben avatták, feladták át, és nevét Benjamin Horról, az építésvezetőről kapta, úgyhogy szerintem ez egy ritka dolog, hogy egy építésvezetőről neveznek el egy épületet, Benjamin Hornak nagy szerencséje volt. A sziluett elkészítéséhez az első lépés, hogy egyszerűen fölvázolom az óratornyot. Ha sok-sok gyakorlat áll mögöttetek, mint nekem, akkor már jó a szemmértéketek, és egyszerűen egy ceruzával leskicceritek a méretarányos rajzát ennek a toronynak. Ha pedig még nem vagy mestere az arányos rajzolásnak, akkor ajánlom figyelmedbe a kinyújtott karos módszert. Ez annyit tesz, hogy fogsz egy ceruzát, kinyújtod egyenesen a karodat, és megnézed a ceruzádon, hogy milyen magas az óratorony, vagy mondjuk az óratorony egy részletét szemeled ki, és utána megnézed, hogy keresztben milyen széles, és ezt az arányt rajzolod le a rajzlapodra. Ha bizonytalan vagy magadban, akkor egy még egyszerű módszert javaslok neked. Egyszerűen fotózd le a telefonoddal, és úgy próbáld meg lerajzolni. Amikor készen voltam a skiccel, akkor elkezdtem a fekete kartonpapírra átvetíteni a vonalakat. Ez egész egyszerűen annyit jelentett, hogy jó erősen átsatíroztam azokat a vonalakat a papíromon, amikre szükségem lesz. Amikor megjelentek a fekete kartonon ezek a vonalak, akkor elkezdtem a kivágást. Használhatsz egy éles snitszert is a kivágáshoz otthoni körülmények között, de ilyen szeles időben és ilyen terepen egy kis körömollót javaslok. Elkészült a Big Ben sziluettje. Nem volt annyira egyszerű elkészíteni, mint hogyha otthoni körülmények között lettem volna, csöndben, szélmentesen, íróasztal mellett, szóval itt a korlát tetején, a földön, meg mindenhogy így a hatalmas szélben. Sokkal nehezebb volt, viszont azt gondolom, hogy itt vagyok az épület szomszédságában, és hatással van rám ez a gyönyörű óra, torony, így sokkal jobban visszaadja a sziluett is ennek a hangulatát. Hogyha szeretnétek, hogy folytassam ezt a sorozatot, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, és a kommentbe várom az ötleteteket, hogy a ti városotokban melyik épületnek érdemes lenne elkészíteni a sziluettjét. Legközelebb is találkozunk, szép kreatív napot Londonból, sziasztok!